Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás április 21-éig. Hétfő. Az itt látható felül a hétfői nap felett a hold uralkodik. Megnézzük, hogy mit mutatnak ezen a napon a kártyák. Itt látható ez a könyv. Ez utalhat tudásra, továbbképzésre, az is lehet, hogy kapsz egy könyvet, vagy találsz egy jó információt. Amit a könyv még jelenthet, ez az ő zárkózottsága. Vagy fordítva, hogy te vagy jelenleg zárkózott. Esetleg azt is jelentheti ez a kártya, hogy úgy gondolod, hogy valaki eltitkol előled valamit. A keddi napon Mars bolygó uralkodik, és az itt látható. Megnézzük, hogy mit mutat a kártya a keddi napra. Itt van ez a gyűrű. Ez jelenthet bizonyos kapcsolatokat, vagy szerződéseket. Azt is jelentheti a gyűrű, hogy valaki visszatér hozzád a múltból. A szerdai nap itt látható, szerdán Merkur bolygó uralkodik. Megnézzük, hogy mi történik ezen a napon. Itt ez a férfi látható. Lehet, hogy ő áll a középpontban, őhoz most döntéseket, vagy keresi veled a kapcsolatot. Azt is jelentheti, hogy ez a férfi gondol rád, vagy te gondolsz erre a férfire. Persze lehet egy új kapcsolat, és hogy ezen a napon megismerkedsz valakivel. A csütörtöki nap felett Jupiter bolygó uralkodik. A csütörtöki napon a hold Regulus csillag hatása alatt áll. Regulus az a királyoknak és uralkodóknak a csillaga, egy királyi csillag. Regulus az az oroszlán szívét jelenti. Tehát itt szív ügyekről van szó. Ezen a napon Vénusz bolygó és Merkur bolygó együtt hat. Vénusz bolygó jelenthet bennünket, hölgyeket, hogy kapunk egy hírt, vagy lesz egy fontos beszélgetés. Vénusz bolygó az jelenti a szerelmi témákat is, és Merkur a cselekvéseket, a kommunikációt, hogy itt beszélgetések lesznek a párkapcsolatot illetően. Itt látható a ravasz róka, bele kell tekinteni a mélybe, át kell vizsgálni valamit. Azon kívül fontos az is, hogy ne hozzunk rossz döntéseket, hogy jó úton haladjunk, hogy tegyük át magunkat a félelmeken, a bizonytalanságokon. Ez a ravasz róka jelenthet egy hamis szemét is, aki becsap téged, vagy figyelget téged, mivel Vénusz bolygó az a nőkre utal általánosságban, és Merkur bolygó jelenti a kommunikációt, lehet, hogy egy barátnő, vagy egy kolléganő mond neked valamit, de légy óvatos, mert lehet, hogy ez nem az igazság, hanem hazudik neked. A pénteki napon Vénusz bolygó uralkodik, ez itt látható. Itt látható a könnyűség, a mozgás, a csevegés, kommunikációról van szó. Visszatérve a ravasz rókára, lehet, hogy ez nem is a te környezetedben van, hanem őt figyel valaki, vagy van egy nő a háttérben, aki hazudozik, becsapja őt. Szombat felett Szaturnusz bolygó uralkodik, ez április 20-a, és ezen a napon van a születésnapom. Itt
április 20-án van egy Lilith energia, ami aktiválja a vágyakat, az álmokat, az elképzeléseket, de ez messze tűnik számunkra, így hajlamosak vagyunk mindezt feladni. Az is lehet, hogy mások befolyásolnak bennünket, és azt mondják, ne álmodozz annyit, ebből úgysem lesz semmi. Április 20-án Uránusz bolygó és Jupiter bolygó együtt hat, ez lehet egy meglepetés, lehetnek változások, vagy egy szerencsés fordulat, hiszen Jupiter bolygó szerencsét hoz. Itt látható a kulcs, egy magabiztos fellépés, vagy ez a kulcs jelentheti azt is, hogy lezárunk valamit, és egyúttal kinyílik egy új ajtó, ezek lehetnek jó lehetőségek. Itt középen a nap szimbóluma van, és a nap uralkodik vasárnap felett. Itt megjelenik a lilium virág, tisztázódnak bizonyos dolgok, vagy megvan a lehetőség arra bizonyos dolgokat tisztázni. Amit a lilium még jelent, azok a szexuális témák. Lehet, hogy erről is lesz beszélgetés, vagy nem kell beszélni róla, hanem lesz egy testi közeledés. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett ez a videó, örülnék, ha lájkolnád, vagy ha jelentkeznél a csatornámra. Leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy látogass meg a Facebook oldalamon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a maja naptárról. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!